Minden ember a boldogságra született. A boldogság fogalma azonban mindenkinek mást és mást jelent. Egy azonban örök igazság. A legfőbb boldogságot az igazi társ megtalálása jelenti. Hisz az ember nem magányra született, egyedül gyenge. Szüksége van egy társra, akinek a kezét fogva a szebb még szebb, a jó még jobb, és a gondok elviselhetőbbek. Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, akinek lelkében nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek kedves az arca, előzi lelkünk bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk. Kedves René és Attila! Elérkezett a mai nap, életetek legnagyobb ünnepének napja. Életetek egy ideje már összefonódott, és az a harmónia, melyet megteremtettetek önmagatoknak és egymásnak, idehozott benneteket, hogy egymásnak hűséget fogadva, mint férj és feleség folytassátok tovább közös utatokat. A fellobbanó láng jelképezi a mai nappal induló házas életeteket. Ahogyan a lángok összeolvadnak, úgy életetek minden perce összefonódik most. A múlt, a jelen és a jövő. Áraszt ki jóságosan kegyelmetek ezekre a testvéreinkre, Attilára és Renátára, hogy akik most házasságot kötnek Szent Oltárodnál, legyenek mindig állhatatosak a kölcsönös szeretetben, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Renáta, Isten szent színe előtt, Isten szent színe előtt, feleségül veszlek. Feleségül veszlek. Attila, Isten szent színe előtt, Isten szent színe előtt, feleségül megyek hozzá. Feleségül megyek hozzá. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek. Amint látjátok, 40-en vagyunk. És ennek az is az oka, mert ti, önök, akik most itt vagytok, itt vannak, nagyon fontosak számunkra. Azért vagytok ti itt most. És ezért is gondoltuk azt, hogy azokat a szeretteinket és azokat a barátainkat hívjuk meg, akikre tudjuk, hogy mindig számíthatunk, és nektek is, önöknek is tudnotok kell, hogy ti is számíthattok ránk. És igazából nagyon hálás vagyok a Jóistennek és a sorsnak, hogy most így itt lehetünk együtt, és együtt ünnepelhetünk. Ünnepeljük a friss házasságunkat, és tényleg ünnepeljük azt, hogy most így itt vagyunk együtt. Erőben és egészségben. Thank you.
nyitotta meg először a másikat. Három, kettő, egy. Most mi a válasz? Na, mi volt a válasz? Ki szólította meg először? Ezt ilyen egymást beszéltek. Hát most én oda mentem a busz megálló. Én is oda mentem. Hamarabb, hogy én köszöntem. De te ültél a mellé. Hát jó, én ültem. Lényeg, hogy szóba álltatok, ugye?